Valóban készülünk a következő szerenkénti döntőre, miközben mi még egy picit sajnáltuk itt a japánokat, hogy így kellett bemutatniuk. De ugye tovább kell lépni, nem lehet sokat sopánkodni ezen, hiszen következik a buzogány szerenkénti döntője. A buzogányok pedig itt egy pillanatra láttunk egy kis rózsaszín buzogánypárt, és ott megvillannak majd a szőnyeg mellett több helyen is. Hogyha esetleg valaki elejteni a szert, akkor ezzel tudja pótolni. A fehér rossz, Katerina Halkina már a szőnyegen. A hetedik helye jutott ide. Nagyon érdekes rész, hogy pörgeti, megfogja, és onnan egyből dobja tovább. Nem könnyű. Nekem nem volt most egy annyira átütő gyakorlat. Megcsinált sok mindent benne, de... Ugye neki is ez már a harmadik szerenkénti döntője. Labdával az ötödik lett karikával, labdával a nyolcadik lett karikával, pedig az ötödik. Hát ez azért elég fárasztó, nem véletlenül ilyen sokat edzenek. Igen. Fel kell készülni erre, hogy itt azért extra terhelés következik egy-egy ilyen döntőben, meg egy ilyen hétvégén is. Igen, meg hát egy verseny van, úgyhogy 4 órás, 5-6 órás is lehet, attól függ, hogy hányan vannak. Hát ezt végig kell neki ilyenkor edzenie vagy versenyeznie. Tehát előtte még melegítenek, azért jellemző az, hogy egy verseny előtt 2 órával a kezdés előtt elkezdenek melegíteni, mert ugye tréningeznek, vagy balettoznak, ugrásokat csinálnak, egyensúlyokat szer nélkül, és utána szert vesznek, és akkor elkezdik gyakorolni a gyakorlataikat. Ugye azt is hallottuk, hogy a selejtezők során azért ilyen 7:30 környékén fejeztük be, hogy akkor még neki és még egy 2 órás edzés következik. Hát az izraeliek azok simán megcsinálják, illetve ilyenkor, amikor tegnap csak labda és buzogány volt, és tudták, hogy ma karika is, illetve buzogány és szalag volt, és tudták, hogy ma karika labda is lesz, akkor még azért gyakorolnak vele egy kicsikét. Az a kislány ott a képen, az a tiéd, ha jól tudom, nem? Igen, az én nagyobbik lányom. Halkina jelen pillanatban.